Felgyújtottak az iszlamista tüntetők egy kormányépületet Kairó külvárosában. Közben Barack Obama bejelentette, hogy az Egyesült Államok elítéli az egyiptomi tüntetők elleni erőszakot. Az amerikai elnök közölte, hogy a vérengzés miatt elmarad az Egyiptommal szeptemberre tervezett közös hadgyakorlat. Szerdán több mint 500 ember vesztette életét Kairóban és más városokban, amikor a rendőrség megrohamozta a Mursi volt elnök mellett tüntetők táborait. Hivatalos jelentések szerint a sebesültek száma eléri a 3500-at. Felgyújtották azt a kormányzati épületet Kairó külvárosában, ahol több száz iszlamista tüntető gyűlt össze csütörtök délután, hogy tiltakozzanak a tegnapi rendőrségi akció ellen. Buldózerekkel söpörte félre a rendőrség a tüntetők által épített barikádokat. A Mohamed Mursi volt elnök híveinek táborait erőszakkal vonta ellenőrzése alá a kormány által irányított rendőrség. A tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt és gumilövedékeket vetettek be. Egyes szemtanúk szerint lövések is eldördültek, de a belügyminisztérium határozottan tagadja, hogy éles lőszer okozta a haláleseteket. Közleményükben elmondták, hogy végig azon voltak, hogy ne folyjon egyiptomi vér. Ennek ellenére az összecsapásban a több száz tüntető mellett 43 rendőr is életét vesztette. Csütörtök reggel a hatóságok megkezdték a romok eltakarítását. A kormány közben bejelentette, hogy a muzulmán testvériség kairói gyülekezőhelyei teljes ellenőrzésük alatt tartják, és a harcok mindenütt véget értek. Az iszlamista szervezet 8 vezetőjét is letartóztatták. Az ideiglenes kormányelnöke elmondta, hogy a szükségállapot addig marad érvényben, ameddig szükséges. Hazdim el-Beblavi arról is biztosította a lakosságot, hogy az országban folytatódik a választási folyamat, amelynek nyomán a jövő év elején kerülhet sor a szavazásra. Közben lemondott posztjáról a Nobel békedíjas Mohamed el-Baradei, aki Mursi megbuktatása óta volt az ország alelnöke. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte békés úton is lehetett volna rendezni az ország politikai válságát. A harcok nem csak Kairóban folytak. Szohág városában Mursi támogatói gyújtóbombákat dobtak egy keresztény templomra, de a muzulmán testvériség nem kommentálta az esetet. A török miniszterelnök az ENSZ biztonsági tanácsának mielőbbi összehívását követelte. Aki szerint nem kell megtenni ezeket a szükséges lépéseket, annak történelmi felelőssége lesz az ügyben, nyilatkozta a kormányfő. Több ország képviselője is megszólalt a véres események kapcsán. David Cameron, brit miniszterelnök elítélte az összecsapásokat, és részvétét fejezte ki a Sky News operatőrének halála miatt, aki a harcokban vesztette életét. Kínában és Indonéziában is tüntettek az egyiptomi vérengzés ellen. A kínai külügyminisztérium pedig arra kérte a feleket, hogy tegyék félre az erőszakot és üljenek tárgyalóasztalhoz. A magyar turisták által kedvelt egyiptomi üdülőhelyek biztonságosnak számítanak az ország magyarországi nagykövete szerint. Ezt megerősítette a harcokról tudósító magyar újságíró is. A magyar külügy minden esetre arra kéri a magyar állampolgárokat, legyenek különösen óvatosak, ha Egyiptomba utaznak. Fokozott óvatosságra kéri a magyar utazókat Egyiptommal kapcsolatban a magyar külügy. A tárca közleménye szerint Magyarország elítéli az erőszakot és szorgalmazza a szemben álló felek közötti egyeztetések megindulását. A külügy fontosnak tartja a felekezetek közötti párbeszéd kialakítását, utalva ezzel a kopt keresztények elleni erőszakra, amit közleményben ítélt el a kereszténydemokrata néppárt is. Egyiptom magyarországi nagykövete szerint a politikai különbségeket egyeztetésekkel és nem harcokkal kell tisztázni. A diplomata ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország üdülőhelyein nyaraló külföldieknek nincs félnivalójuk. A magyar turisták által látogatott célpontok, Sharm el-Sheikh és Hurgada jól őrzöttek és biztonságosak. Sokkal biztonságosabbak, mint más hasonló nyaralóhelyek akárhol a világon, jelentette ki a nagykövet. Egyiptomban van Jászberényi Sándor újságíró, ezeket a felvételeket ő készítette az utcai harcokról. Szerinte a helyzet kritikus, és az összecsapásokról kiadott jelentések sokszor nem fedik a valóságot. Négy újságíró kollégát lőttek le a rendőrök, három ember halt meg előttem. Gyakorlatilag a szükségkorlátokban tocsogtunk a vérben. 700 fő halt meg, nem lehet pontosan tudni. Én azt gondolom, hogy ez egy kozmetikázott szám, amit a központi rendfenntartó erők és a hadsereg kozmetikázott. A valós szám ezer fölé tehető a halottak száma, ugyanis éles egészet volt, erről rengeteg fényből készítettünk a videókat.
Az újságíró egyetért az egyiptomi nagykövet szavaival, melyek szerint a magyarok által kedvelt turistacélpontok biztonságosak. Ezeket a városokat, Sharm el-Sheikh-et, Dahabot, illetve Hurghadát, gyakorlatilag teljesen le van választva a közigazgatásilag, mintha nem is Egyiptomhoz tartozna, és a külön katonai hadosztályok védik. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy bármilyen komolyabb konfliktus lehetne ezekben a üdülő városokban. Az ATV-nek nyilatkozó utazási iroda is azt állította, eddig még egyetlen csoportjukat sem kellett lemondaniuk, ugyanakkor ők is egyeztetnek a kinti magyar konzulátussal a helyzet alakulásáról.